Hello! Ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy mit lehet Liptó-Szent Miklóson és környékén látni és csinálni. Hegyek, alagút, régi falvak, labirintus, fordított házak. És nem is kell inni. Itt a fork és a piros távú. Isten, de szerintem. Jó, én nem gondoltam. Miért mozog egész? Nézd, itt a kis konyhán, nézd. Tényleg az IKEA-s konyha, nem? Itt vagyunk a tévén. Hamarra. Szerintem vele agyunkkal játszadoznak. Szerintem is ez. Ne, jaj, még a vébe. Tatralandia. Na, szerinted ez a Tatralandia? Nem tudom. Még mindig nem biztos. Nem biztos. Liptós kamera víztározó. De a legjobb mind közül a Tatrapolis nevű hely volt, és hogy mi van ott? Híres épületek mini másolata. Körhinták és vízi csúszdák. Kis vonat. Tükörterem. Templom. Köszönöm, hogy eljöttetek. Műsorok. És persze, állatsimogatók.
Útközben megálltunk még a Betléri kastélyban is. A következő felvételek főszerepében az ujjam. A Betlér beltér nagyon szépen be volt rendezve, gyönyörű tapéták, falon egy darab szabad hely sem, én is így csináltam volna. A kastély tulajdonosai nagyon szerettek utazni, és útjuk során mindenfelől hoztak haza valamilyen apró kis szuvenírt. Hazafelé még beiktattunk egy rövid megállót Zsolnán is. Összességében megéri ellátogatni Liptó-Szent Miklósra, a síelésen és természetjáráson kívül még számtalan attrakció várja az érdeklődőket. Ha már erre jársz, érdemes tervbe venni a környék felfedezését is, rengeteg barlang, kastély és fürdő van a közelben, amire még nekünk se futotta az időből. Kösz, hogy megnéztétek a videót, és útra fel! Sziasztok!